folytatják az eltűnt emberek keresését a pénteki braziliai gátszakadás után. A munkálatokat vasárnap délelőtt leállították egy időre, mert attól tartottak, hogy összeomlik egy másik gát is a közelben. A veszély elhárult, a mentőcsapatok abba hagyták a helyiek kiköltöztetését, és ismét áldozatok túlélők után kutatnak. A pénteki katasztrófa során kiszabadult iszap 150 méteres szélességben több kilométer hosszan mindent letarolt, ami az útjába került. Több áldozatot szedett a zagytározót működtető bányászati cég munkatársai közül, a vezetőség szerint 250 alkalmazottjuknak veszett nyoma. A hatóságok felelősségét firtatják az áldozatok rokonai és a károsultak. Mint mondják, szóban a biztonsági és környezetvédelmi szabályok szigorú betartását ígérik, de aztán senki sem ellenőrzi, hogyan működnek a profit éhes cégek. Itt is ennek a példáját látni, teszi hozzá a Riói Egyetem bányászati szakértője. Brumadinho-n és környékén vasárnap délig 37 holttestet találtak, de valószínűleg ennél jóval többet temetett maga alá az iszap.